Így van, ez itt már a Moccacino. A húsvéti ünnepek idején sokan gondolják jó ajándéknak, ha élő kis nyullal vagy kis csibével lepik meg szeretteiket. Hogy miért fontos ezt a döntést alaposan megfontolni, arról dr. Fodor Kinga állatorvossal beszélgetünk. Csokkolom, jó reggelt! Jó reggelt! Csapjunk is bele a közepébe, mert mondtam önnek a reklámszünetben, hogy 30 éve itt dolgozom, és 30 éve folyamatosan mondjuk, és mégis beszélni kell róla, szóval miért ne? Igen, hát ezen hosszan lehetne beszélni, de én rögtön a tévhitekkel kezdeném, hogyha lehetne. Ugye az egyik leggyakoribb tévhit az, hogy a nyúl egy igénytelen állat, és könnyű tartani. Hát nem. Tehát, hogyha valaki a nyulat a jó gazda gondosságával szeretné tartani, és tényleg olyan körülményeket szeretne biztosítani a számára, ami a nyúlnak a legideálisabb, akkor bizony legalább ugyanolyan igény, legalább annyi igénye van, mint mondjuk egy lakásba tartott kutyának vagy macskának, mondjuk azt kivéve, hogy nem kell levinni naponta háromszor sétálni. De a közhiedelemmel ellentétben igenis egy nagyon érzékeny állatka, nagyon-nagyon érzékeny az emésztőrendszere, tehát nagyon-nagyon gyorsan és nagyon könnyen lehet beteggé tenni egy nem megfelelő tartással, illetve hogy a tartás, illetve a tartás körülményei, a tartóhely nagysága és az összes egyéb járulékos tényező is nagyon fontos az életében, és egyet nem szabad elfelejteni, hogy oltani is kell ugyanúgy, mint egy kutyát és egy macskát, mert hogyha nem oltatjuk be minden évben, akkor egy nagyon veszélyes betegséget kaphat el, amit a szúnyog terjeszt, és hiába tartjuk csak lakásban a nyuszit, mert a szúnyog ugye bejön az ablakon is, és ez bizony halálos a nyuszinak. Tehát nagyon igényes állat, és még amit nem szabad elfelejteni, hogy bizony egy nyúl az akár 6-8 évig is élhet. Tehát itt nem arról van szó, hogy 1-2 év és utána lezajlik az élete. Nagyon-nagyon fel kell készülni egy nyúl nyuszinak a tartására is. Ahogy már Peti is említette, most már évek, évtizedek óta téma ez ilyenkor húsvétkor. Változott azért a statisztika? Tehát pozitív irányba fejlődés az látható, vagy egyáltalán nem? Nem, sajnos nem. Tehát ezt abszolút tapasztaljuk, hogy mindig húsvét előtt gyakorlatilag az aluljárók, piacok környékét elöntik a kisnyulak. És itt ez egy azért nagyon nagy probléma, mert ugye a húsvétot nem lehet elhalasztani, tehát az egy adott időpontban van, és jön a kereslet. És ilyenkor nagyon sok olyan nyúl kerül a piacra, amelyiknek még az anyja mellett van a helye. Tehát 3-4 hetes kisnyuszikat hazavisznek, és még hogyha gondosan szeretnék is tartani, de mondjuk az még egy szopós állat is az anyukája mellett lenne a helye, akkor bizony pár napon belül az állatka elpusztul. És itt arra is, mint anya is, arra hívnám föl a szülőtársak figyelmét, hogy nagyon sokszor ez a nagy öröm, amit szeretnének a gyerekeknek okozni, ez bizony sírássá fordul, és hogy ezt is át kell gondolni, mert ugye, hogyha egy gyerek kap egy nyuszit és elkezd kötődni hozzá, szeretni fogja, majd az a nyuszi elpusztul bármilyen okból kifolyólag egy-két héten belül, azért az egy nagy trauma a gyereknek. Tehát nagyon sokszor visszafelé sül el. Mi a sorsa általában ezeknek a kis állatoknak? Akár a nyuszira gondolunk, akár például a csibére, ami hát ilyenkor sajnos slágerállat. Igen, hát a legrosszabb kimenetel az, hogy az állat az nagyon gyorsan elpusztul, aztán a másik ugyancsak nagyon rossz kimenetel az, hogy nem foglalkoznak vele, és szegény sínylődik még heteken, hónapokon keresztül, amíg elpusztul, vagy nagyon betegen éli az életét. Adott esetben elengedik, úgy akarnak megszabadulni tőle, hogy szabadon eresztik, azért ezt hozzátenném, hogy ezzel mindenki legyen tisztában, hogy ez bűncselekmény, szabadon ereszteni egy. Úgy, hogy mondjuk kiviszem a parkba, és igen, ott igen, magára hagyom. Akárhova. Tehát vagy akár kiteszik egy menhely elé, vagy becsempészik egy kereskedésbe, ezek mind-mind büntetendő cselekmények. Tehát én ilyenkor ugye nagyon fontos, egyébként azt szeretném kifejezni, hogy nem az ajándékozással van a legnagyobb probléma. Tehát nem az, hogyha valaki ajándékba kér és kap állatot, rengeteg olyan embert ismerek, én is ilyen gyerek voltam, hogy nagyon sokszor kértem és kaptam kis állatot ajándékba, csak ugye fölkészültünk rá, meg elmentünk előtte, kiválasztottuk, megnéztük, hogy milyen tartásmódot igényel, hanem inkább a meggondolatlanság, a hirtelen felindulás, tehát hogy erre kell nagyon figyelemmel lenni, és nyilván nem csak húsvét környékén. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy hogyha valaki gondos gazda és fölkészül, és várja a nyuszit, nem mindegy, hogy honnan veszi meg. Tehát ugye itt az a piacokon, aluljárókban pár ezer forintért, 5-600 forintért lehet kapni, gyönyörű szép kis pihepuha, piros szemű kis nyuszi, de ez nagyon sokszor az új-zélandi fehér fajta, ami egy fél éven belül lesz egy 4 kilós nyúl, ami bizony akkora, mint egy macska. Na most az is egy tévhit egyébként, hogy szaktalan állat, ez nem igaz, mert egy baknyúl, ahogy ivarérett lesz, annak bizony nagyon erős szaga van, sőt, rugni is tud nagyot, harapnálni is tud, amivel okozhat bármiféle sérülést
a gyerekeknek, tehát azért nagyon át kell gondolni az egész tartást, és nem is mennék bele a csirke és a kacsa, a kiskacsa ételre, mert ezek az állatok tökéletesen alkalmatlanok arra, hogy lakásba tartsuk őket. Egyébként a nyuszi egy nagyon aranyos állat, és nagyon kedves állat, és nagyon jól lehet vele együtt élni, tehát hogy nincsen vele nagy probléma, viszont igényes, és fel kell készülni a tartására. Igen, ezt már többször mondta a doktornő, hogy igényes állat, igen, tehát nem igénytelen állat. Itt néhány szempontot már elmondott, ha valaki mégis vesz, mit vegyen figyelembe, mivel etesse, azt mondta, hogy ugye évenként minimum oltassa, stb. Tehát ugye, ahogy a nyuszi bekerül a lakásba rögtön, vagy hozzánk kerül, el kell menni egy állatorvoshoz, lehetőleg egy olyan állatorvoshoz, aki kimondottan egzotikus állat specialista, ott megkapja az első oltásait, ott megkapja egyéb információkat is, ami nagyon fontos, hogy megfelelő férőhely kell neki, megfelelő méretű ketrec, illetve a fogkoptatás, ugye ezeknek az állatkáknak a metszőfogaik folyamatosan nőnek, és ugye ehhez ezt mindig koptatnia kell. Na most erre a legalkalmasabb a széna, tehát a széna nélkül nyúltartás elképzelhetetlen, ez nem csak a fogkoptatás miatt, hanem nagyon magas ezeknek az állatoknak a rost szükséglete, tehát ezeket is biztosítani kell, és ami még nagyon fontos, hogy nem igaz az, hogy bármilyen konyhai zöldség, gyümölcs maradékot oda lehet adni az állatnak, mert nagyon-nagyon gyorsan kap egy ilyen úgynevezett diszbakteriózis, tehát felborul a bakteriális egyensúly a bélrendszerében, és belepusztul az állat. Tehát széna, fogkoptató és megfelelő nyúltáp. Doktornő, köszönjük szépen ezeket a hasznos információkat. Volt. Nagyon fontos volt arról is beszélni, hogy bűncselekmény elengedni ezeket az állatokat. Erről szerintem sokan nem tudnak. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.